az olaj D9 HB-s projektorom, bemenetek hátúszkált, AV bemenet, oldalán HDMI bemenet, komponens bemenet. Hátul lehet állítani kézileg a trapéz kollekciót. Felbontása a projektornak 640x480, ez nem a legjobb felbontás. Megnézzük, mit tud. Bekapcsolom. Rajzfilm megy. Teljesen nappali, illetve szobai fényviszonyok mellett. Ilyen a képe, tehát még így is élvezhető. De a jobb kép érdekében le fogom kapcsolni a villanyt. Hát, hogy közelebb jöttem a mászomhoz, itt azért a pixel rácsok egész jól látszanak. De messzebbről egész jól élvezhető. Bemenetet változtatok. HDMI bemeneten a Thomas és barátai megy. Illetve most éppen nem megy, mert megállt a következő rész. Két menüje. Hát, elég sok mindent lehet állítani. Kontrasztok, fényerősséget, élességet. Hangmenübe hangot, illetve ki lehet kapcsolni a hangot. Kikapcsolási időzítést lehet állítani, színhőmérsékletet lehet állítani. OSD nyelvet, képforgatási funkciók, vízszintes, függőleges. És ennyi. Külön gombbal lehet változtatni a bemeneten, bemeneti forráson. TV, AV bemenetes videó, komponens, VGA, HDMI, SCART. Visszaváltom es videóra. Ja. Visszaváltás az mindig a jobbra nyíl. Megy a bogyó és babóca. HDMI kivételére lehet változtatni a képméretet is. Hát 4-3-asban nagyon sok méretet tud, 16-9-esben viszont csak ezt az egyet, tehát aki ezt vásárolja, annak úgy kell beállítani a projektort, ha fix helyre akarja, hogy a vászonnal azonos nagyságú legyen a kép. Első projektornak én úgy gondolom árérték arányban teljesen megfelel. A kép élvezhető, nyilván nem HD minőség, de aki egy kicsit többet áldoz rá, ebből a sorozatban létezik HD-s változat is.